Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket itt a ma esti 6.30-os szerda esti alkalmon, és csak várok egy kicsit, amíg megérkeztek, hogy együtt tudjuk kezdeni imával, meg belecsapni az igébe, és jó látni benneteket. Nyugodtan küldhettek szívecskéket, ott jönnek szívecskék, meg minden más bátorítást, és hát nagyszerű így, ilyen módon is együtt lenni, tényleg, online, élőben, együtt, és szeretnénk utána Zoom közösséget, úgyhogy ezzel is tudsz számolni és gondolkodni, hogy utána jó lesz látni egymást, hallani egymást, beszélgetni arról, hogy kinek mit adott az üzenet, kinek mit végez Isten az életébe, egyszerűen csak megosztjuk egymással azt az életet, amit kaptunk. És még mielőtt imádkoznánk és belenéznénk az igébe, és ahogy így várok és megy felfelé a szám, ami mutatja, hogy kik vagyunk jelen, hát remélem, hogy jól vagytok, tényleg remélem, és azt gondolom, hogy igen, mert sokótokkal, többőtökkel beszélgettem, és azt észlelem, hogy Isten bátorít bennünket, Isten épít bennünket, engem mindenképpen bátorít, de így közösség és beszélgetés által is bátorít engem. Használd ki ezt az alkalmat, használd ki ezt az időszakot arra, hogy felhívj embereket. Vannak, akik beszámolnak arról, hogy Pesten, ahogy közlekednek és mennek, munkahelyre, haza, ez hosszú időt vesz igénybe, és ezt arra használják, hogy felhívjanak pár embert, közösségbe legyenek egy kicsit így telefonon, úgyhogy te is csak bátorítalak, hogy használd ezt, éljünk ezzel, kapcsolódjunk egymáshoz telefonon, kisebb messenger közösségekbe, hát bármilyen módon, ahogy csak tudunk. És ma többekkel beszélgettem, volt olyan, akiknek így dicsekedtem egy kicsit veletek, hogy milyen ámulatos hívők vagytok, és hogy a gyülekezetünkben mennyire elkötelezettek az Úr Jézus felé, és éhesek és szomjasak Isten népe, úgyhogy tényleg egy kicsit így dicsekedtem veletek, és csak arra gondoltam, hogy mennyire hálás vagyok értetek az Úrnak. Na hát, imádkozunk még azért, mert a Brian-t megkértem, hogy indíts el az új épületünk keresését, úgyhogy az új gyülekezeti otthonunk keresését, úgyhogy már van egy kis csapat az ő vezetésével, és imádkozunk azért, hogy Isten akár ebbe a covidos időszakban, amikor olcsóbbak a bérlési lehetőségek, nyisson számunkra tágra egy kaput, egy ajtót, hogy akár már legközelebb, amikor élőben összeértünk, akár már akkor az új helyre mehessünk, vagy egyszerűen csak nyíljon számunkra lehetőség egy új helyre. Emlékeztek, egy picit már érintettük ezt olykor, szeretnénk egy központibb, egy modern, egy vonzó gyülekezeti helyet, ahol valóban a következő lépés meg tudjuk tenni Istennel. Úgyhogy tartsátok ezt is imába, meg hát imádkozzunk egymásért. Na hát gyertek, most pedig imádkozunk azért, hogy Isten igéje világos lehessen számunkra, és hogy el tudjunk fogadni Istentől, és hogy ő építsen és bátorítson bennünket. Mennyei Atyánk, nagyon szépen köszönjük neked azt, hogy ilyen módon is együtt lehetünk, és köszönjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztus a mi reménységünk, ő a mi életünk, ő bennünk él, ő köztünk van. Köszönjük azt, hogy a gyülekezetünk az Úr Jézus Krisztus által van összekötve, fenntartva, összetartva, az Úr Jézus Krisztus a gyülekezetünknek az élete, és köszönjük, hogy te veletünk reménységgel ma este, és hogy a te igédet megnyithatjuk, és nyisd meg a mi szemeinket, kérünk, hogy láthassuk a te igéd csodálatos voltát, és építs fel bennünket, és szólj hozzánk, és vezess minket ezen az alkalmon, és az utána lévő Zoom közösségen, Jézusnak a nevében. Amen. Amen.
Na hát, Efézus 1-nél tartunk, és csak fel fogom olvasni ezt a részt, amit most meg fogunk nézni, ebből egy szegmenset, sőt egy picit hamarabb is, hisz az elmúlt hetekben arról volt szó, arról az imádságról, hogy Isten nyissa meg a mi szívünknek a szemét, hogy adja meg nekünk a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét, és nyissa meg a mi szívünk szemét, hogy meglássuk, hogy megtudhassuk, megismerjük őt, és hogy megtudhassunk jó néhány dolgot, amelyek elengedhetetlenek a szellemi győzelmünk, a szellemi növekedésünk, és az ő jobban, hogy őt jobban megismerjük ennek érdekében. Úgyhogy Efézus 1:17-től olvasom egészen a 23-ig, és gyere velem, jó, hogy itt vagy, jó, hogy együtt vagyunk. Olvasok Isten igét Efézus 1:17-től. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés szellemét, hogy őt megismerjétek, és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, egy, milyen reménységre hívott el, kettő, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek közt, három, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk, hatalma erejének a mai munkája szerint, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta a halottak közül, és a maga jobbjára ültette a mennyekben. Felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon, és minden néven, amelyet valaki kap, nem csak e világon, hanem az eljövendőben is. És az ő lába alá vetett mindent, és őt rendelte mindenek fölött való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindennel betölt. Na hát, arról beszéltünk múlt héten, és a múlt hét előtti héten, ahogy így elkezdtük megnézni ezt az imádságot, hogy ez az imádság, emlékeztek, nem azért imádkozik Pál apostol itt, de a harmadik fejezetben sem, Kolossi 1-ben sem, Filippi 1-ben sem, hogy a hívőknek a körülményei legyenek könnyű körülmények, legyen, változzon meg, hogy kevesebb legyen a nyomás, hogy ne legyen olyan nagy a szellemi háború, hogy ne üldözzék őket, hogy minden jól alakuljon az életben, hanem valójában azért imádkozik Pál apostol, hogy mindazon nyomás, mindazon próbatéte, mindazon nehézség közepette is akár, amiben vannak, megnyíljanak a szemeik, megnyíljanak a szemeink, és hogy lássuk azt a világot, amely túl van a látható világon, és hogy meglegyen nekünk a bölcsességnek és a kijelentésnek a szelleme, hogy a Szent Szellem bölcsességet és kijelentést adjon nekünk, hogy egyszerűen legyenek szemeink, 2 Korintus 4:18-ban, amelyeket nem a láthatókra szegezünk, hanem a láthatatlanokra szegezünk, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók, és hogy egyszerűen csak lehessünk Istennek egy olyan népe, amely a láthatatlanokra szegezi a szemét, és tudja értékelni, tud ebben járni, egy nyitott szemmel a szellemi valóságra tud élni, hogy lehessünk olyan, mint Mózes, emlékeztek, aki látt, aki kitartott, nem félt a király haragjától, Zsidók 11:27, hanem kitartott, mint aki látta a láthatatlant. Hogy ez a kulcs a kitartásunkhoz, ez a kulcs a maraton hosszú távú futásunkhoz, ez a kulcs ahhoz, hogy meg tudjunk bocsátani, ez a kulcs ahhoz, hogy szerethessük egymást, és tudjunk szolgálni, ahogy az Úr Jézus Krisztus is szolgált, és amire hív bennünket, hogy túllássunk a látható világon, és lássuk a láthatatlant. És emlékeztek rá, hogy megnéztük azt, hogy mennyire fontos, hogy,
hogy a Szent Szellem megnyissa a mi szívünknek a szemét, és ezt én nem tudom megtenni veled, én nem tudom megtenni magammal se, de a Szent Szellem meg tudja tenni, és hogy láthassuk azt a reménységet, amire elhívott bennünket, hogy telve legyünk ezzel a reménységgel. Aztán múlt héten beszéltünk arról, hogy láthassuk azt az örökséget, azt az örökséget, amelyet adott nekünk, a mi örökségünket az Úr Jézus Krisztusban, és most pedig arról fogunk beszélni, hogy láthassuk azt a hatalmat, ami bennünk van, Isten hatalmát bennünk. Úgyhogy erről fogunk beszélni. De mielőtt ezt tesszük, annyira felkavart engem, ahogy erről beszéltünk és ezt néztünk, hogy ezekben a hetekben elkezdtem úgy imádkozni, hogy Istenem, nyisd meg az én szemeimet, hogy lássak. Istenem, nyisd meg, és ez erre van egy imádság, hogy imádkozzunk magunkért, és imádkozz magadért, imádkozz a körülötted lévőkért, másokért, imádkozz azért, hogy Isten nyissa meg a szemeiket és a szemedet, hogy lássunk, hogy lássuk a láthatatlan valóságot. Úgyhogy ma ebbe fogunk bemenni, mert a mai alkalommal a 19. versről lesz szó, ahol azt mondja, hogy lássuk azt, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk, hatalma erejének ama munkája szerint. Hú! Tudod, hogy meglássuk azt, gyere velem, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mérhetetlenül nagy bennünk, akik hiszünk. Hogy Istennek a hatalma, mérhetetlenül nagy a hatalma benned, bennem, bennünk, akik hiszünk. Isten hatalma bennünk. És erre annyira szükségünk van, hogy ezt lássuk, annyira szükségünk van, hogy rányíljon a szemünk, nekem annyira szükségem van, mert amikor ezt csak nem látom, csak nincs előttem, nem nyílik rá erre a szemem, akkor úgy élek, mint bárki más, úgy gondolkodok, mint bárki más, úgy reagálok, mint bárki más, úgy gondolkodok a jövőmről, az életemről, a helyzetekről, úgy vannak a kapcsolataim, mint bárkinek, aki akár csak nem is hívő, és Isten azt mondja, hogy nem kell, hogy ez így legyen, mert az én hatalmam mérhetetlenül nagy benned a te életedben, benned a te életedben. És csak szeretném egy kicsit kibontani, mert utána beszél arról, hogy ez az a hatalom, amellyel feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, és ültette mennyei helyekre, felette minden fejedelemségnek, hatalmasságnak, erőnek és uraságnak és néven, mely neveztetik ebben a világban és az elkövetkezendőben. Tehát itt a feltámadási erőről van szó, hogy megvan neked és nekem Krisztus, Isten feltámadási, Krisztus feltámadási ereje, feltámadási élete, és ez a mérhetetlenül nagy hatalom, ez rendelkezésünkre áll, és ez bennünk van. És ez jelent néhány dolgot, egy picit hagy fejtsem ki. Először is jelenti azt, hogy nem kell saját erőből, saját erőforrásból élnünk az életünket. Nem kell. Sőt, a keresztény élet arról szól, hogy egyre inkább elengedem a saját erőmet, egyre inkább elengedem az emberi erőforrásomat. A hústest arról szól, hogy saját erőforrásaimból élek, és ebből merítek. A szellemben való járás arról szól, hogy Isten erőforrásaiból élek, mely már bennem van a Szent Szellem által, Jézus feltámadási hatalma és élet által, és abból meritek.
És mielőtt megtértünk, 100%-osan a saját erőforrásainkból, a saját erőnkből, a saját magunkra támaszkodva éltük az életünket. Minden egyes helyzet, amellyel találkoztunk, minden egyes szituáció, minden egyes kihívás, ami volt az életünkben, vagy megoldandó feladat, az volt, hogy magunkra néztünk, magunkra támaszkodtunk, magunkba vetettük a bizalmunkat, és a saját erőnkből merítettünk. De aztán újonnan születtünk. És a Szent Szellem belénk költözött, és Krisztus bennünk van. És Krisztus élete, és feltámadás élete, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, ez bennünk van. De a hústestünk arra tanított bennünket, vagy ahhoz szokott hozzá, vagy az életünk úgy működött, hogy alapvetően a hústest erejére támaszkodtunk. És féltünk, és stresszeltünk, és emberi megoldásokat hoztunk, és ezek a régi beidegződéseink. Ezek voltak azok a, tudod, autópályák az életünkben, ahogy megoldottuk a problémáinkat, ahogy egy stressz helyzettel elbántunk, ahol élethelyzeteket, szituációkkal coping-oltunk, vagy kezeltük. Ezek egy ilyen négysávos autópályákká váltak ki bennünk. Lehet, ezek bűnökhöz vezettek, ezek függőségekhez vezettek, ezek félelmekhez vezettek, és tulajdonképpen ezek a négysávos autópálya, ami kialakult az életünkben, ez a hústest és a hústestnek az ereje. És amikor újjászülettünk, akkor onnantól kezdve nem kell, hogy a hústest ereje által éljük az életünket. De még nem tudjuk, hogy hogyan élhetjük a szellem ereje által az életünket. Azért, mert még nem tudjuk, hogy hogyan kell ő rá támaszkodni, és ne a saját erőforrásunkra, hanem az ő erőforrásaira. És ez a megszentelődés. A megszentelődés az, hogy a hústest erőforrása, és az a négysávos autópálya háromsávossá válik, kétsávossá válik, egysávossá válik, és esetleg a végén valahogy így előre menve, tudod, egy olyan ösvényé válik, egy földúttá válik, egy vékony ösvényé, melyen még mindig képesek vagyunk járni, és képesek vagyunk ezen keresztül élni az életünket, de most már ez egy földúttá vált az életünkbe. És a szellemben való járás Isten mérhetetlen erejére való becsatlakozás és az abból való merítés, mely bennünk van a feltámadott Jézus Krisztus által, egyre inkább ez válik egy fő úttá. Először egy egysávos úttá, utána egy kétsávos, háromsávos, négysávos, és a Szent Szellem tanít bennünket, és megnyitja a szemeinket, hogy helyzetekbe, szituációkba, pillanatról pillanatra az életünkbe miként meríthetünk a szellemből, miként járhatunk a szellemben a Róma 8-ban, miként élhetünk úgy, hogy nem a hústestre támaszkodunk, saját erőforrásra, hanem Isten erőforrására támaszkodunk. És ez rendelkezésre áll nekünk. És persze ez nem egy steril folyamat, ez nem egy, tudod, egy rövid folyamat sem. Vannak visszaesések, vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, vannak különböző időszakok, ahogy megéljük ezt a megszentelődésünkben mindannyiunk számára. De ezek ott vannak. És 2 Péter 1:3 azt mondja, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket, ez nagyon izgalmas, mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki az ő hatalmával
és saját hatalmával és dicsőségével elhívott bennünket. Azaz, ő megajándékozott bennünket mindennel, ami az életre, erre az életre, amit élünk itt a Földön, és mikor egy kegyességre, egy Isten szerint való életre szükséges, bármi, amire ma szükség van, bármi, amire holnap szükség van, bármi, amit a következő hét fog hozni, bármi, amit az egész életünk, az életem, az életet hozni fog, Isten megajándékozott bennünket mindazzal, ami az életre szükséges. Az ő Isten ereje. És egy Isten szerint való, egy kegyes, egy Isten szerint való. Semmilyen erőforrásnak nem vagyunk hiány, Isten nekünk adta ezt, most tanulnunk kell ebben járni, erre támaszkodni, ezzel élni, ebből meríteni, mert meglettünk ajándékozva vele. És az egyik legnagyobb csapda ebben az, hogy saját magunkra nézünk. Saját erőforrásunkra, saját korlátainkra, saját magunkra, saját limitációnkra. Hogyha belegondoltok Mózesbe, ahogy Isten elhívta őt 2 Mózes 3-ban, így van, és Isten azt mondja, olyan csodálatosan azt mondja, hogy én hallottam a népem kiáltását, tudod, láttam, hallottam a szenvedéseket, láttam, lemegyek, meglátogatom őket, kihozom őket Egyiptomból, most azért Mózes menj el a fáraóhoz, és hozd ki a népemet Egyiptomból. És ott van Mózes, és amíg Isten azt mondta, hogy mit fog ő tenni, addig Mózes azt mondja, wow, nagyszerű, Istenem, te fogod megtenni, elmész, meglátogatod a népedet, kihozod Egyiptomból, szuper, woohoo, szuper. És Isten azt mondja, igen, Mózes, úgyhogy menj a fáraóhoz, és hozd ki a népemet Egyiptomból. És igazából ilyen a keresztény élet. Tudod, ilyen a keresztény élet. Hogy Isten hív bennünket egy olyan életre, amely egy saját erőből nem tudnánk élni, egy olyan életre, amely már elvégeztetett, bevégeztetett, egy olyan életre, amelyhez megadta minden erőforrást, ami az életre és a Isten szerint valóságra való, és hív minket úgy, hogy most járjunk, eljünk azzal a szemmel, azzal a szívvel, azzal a hittel, azzal a hozzáállással, hogy itt minden le van zsírozva, itt minden el van végezve, itt mindent megadott nekünk, ami kell az életre és az Isten szerint valóságra, és akkor járjunk ebben az egyszerű, nyitott szemű hitben, és éljünk így. Úgyhogy Mózes azt mondja, hogy de Isten, kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz és elhozzam Izrael fiait Egyiptomból. Kicsoda vagyok én, Isten, én kicsi vagyok. Isten, én nagyon kicsi vagyok. Isten, a fáraó hatalmas, ez a legnagyobb világbirodalom most, és én nagyon kicsi vagyok. És mit mond Isten? Én veled leszek. Én veled leszek. És álljunk meg egy pillanatra. Mózes érezte azt, hogy Isten vele van. Mózes erősnek érezte magát. Hatalmasnak érezte magát. Képesnek érezte magát. Alkalmasnak érezte magát. És a válasz az, hogy nem. És a válasz az, hogy te se, én se. Azt mondjuk, hogy Istennek, ahogy felolvastuk, azt mondja, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk. Ez nem azt jelenti, hogy hatalmasnak érezzük magunkat, vagy hogy mindig érezzük Isten hatalmát és erejét az életünkben. Ez nem azt jelenti, hogy úgy járunk elünk, hogy egyszerűen mindig erősnek érezzük magunkat, és erős hívőknek érezzük magunkat, erős hittel vagyunk. Nem, sőt, ennek ellentétje. Mikor Isten elhívásában járunk, mikor a szellem erejében élünk, az
sokszor nem érezzük magunkat erősnek. Sokszor nem érezzük magunkat hatalmasnak. Sokszor nem érezzük magunkat késznek. Sokszor nem érezzük magunkat felkészültek. Sokszor olyanok vagyunk, mint Mózes, aki azt mondja, hogy Uram, de ki vagyok én? De ne engedd, hogy megakadályozzon az alkalmatlanság érzése az, hogy betöltsd az elhívásod. Ne engedd, hogy megakadályozzon téged annak az érzése, hogy gyenge vagy és erőtlen vagy. Mert a kettő nem zárja ki egymást. Az, hogy az ő hatalma mérhetetlenül nagy bennünk, akik hiszünk, az nem zárja ki azt, hogy emellett erőtlennek és alkalmatlannak érezzük magunkat. Így van? 2 Korintus 12 azt mondja Pál apostol, hogy ő gyenge volt és erőtlen, és dicsekszik az ő erőtlenségeiben. És dicsekszik az ő gyengeségében. 1 Korintus 2:3-ban Pál azt mondja, hogy mikor hozzátok mentem korintusiak, akkor nem mentem, akkor félelem, rettegés közt mentem közétek. Félelem és rettegés közt. Várjatok, és még felírtam, hogy mi volt a harmadik. Erőtlenség, félelem és nagy rettegés. Úgyhogy Pál apostol megy Korintusba, megy a városba, és ott van köztük, és az ő lelkét három dolog jellemzi. Így van? Melyik az a három? Erőtlenség, gyengeség, félelem, és nagy rettegés. Na most nem tudom, hogy vagy ezzel, ha én így érezném magam, erőtlenség, félelem és nagy rettegés, akkor egy nagy csomó dolgot nem tennék meg, mert erőtlen vagyok. Mert félek, mert rettegek, mert nem vagyok alkalmas rá. De ez csak a lelkünkben van. Ennél van egy mélyebb részünk, a szellemünk. És a szellemünkben ott van Isten élete, Krisztus feltámadott élete, Isten ereje, és ez megnyilvánul erőtlenségek közepette. Ja, ezt tanítja a Biblia? Igen. 2 Korintus 4:7, így van? Azt mondja, hogy 4:6 azt mondja, hogy Isten, aki szólt, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, teremtéskor, ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe, Jézus Krisztus dicsőségének ismeretére nézve. Hogy Isten szellemi világosságot gyújtott a szívünkbe, mikor megtértünk. És erről beszélünk, ami ott van, a mi szellemünkben. És aztán 4:7-ben azt mondja, hogy ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, földből való edényekben, hogy amaz erőnek nagy volta, vagy rendkívüli volta, ne tőlünk valónak láttassék, hanem Istentől valónak. Tehát van egy kincsünk, és van egy nagy, rendkívüli erő, de Isten ezt a rendkívüli erőt elrejtette törékeny, gyenge, közönséges, hétköznapi agyagedényekbe, azért, hogy ne dicsekedhessünk magunkkal, azért, hogy ne a miénk legyen a dicsőség, és ez Isten terve. Ez Isten terve. Gyengeség és erő egyben. Gyengeség és hatalom egyben. Alkalmatlanság érzése és alkalmasság egyben. És ha szólhatok nyilván arról a hullámvasútról, amelyen keresztül megyek, így van, mióta én vagyok a gyülekezet pásztora, bár ha jobban belegondolok, akkor nagyon sokszor keresztül megyek hullámvasúton, de ez így van. Olykor csak nagyon-nagyon-nagyon alkalmatlannak érzem magam. Olykor nagyon úgy érzem magam, hogy
Csak nincs meg bennem az, ami kell. És ez teljesen rendben van. A legfontosabb dolog az az, hogy ez ne akadályozom meg abban, hogy bátran lépjek. Hogy hitben lépjek. Mert amint hitben lépek és járok, megtapasztalom Isten erejét arra a szituációra, arra a helyzetre. Mert az alkalmatlanság érzése az megrabolhat bennünket, de fontos, hogy ne magunkra nézzünk. Ne magunkra nézzünk. Ne magunkra nézzünk. Az elhívásunk sokkal nagyobb. És ez volt Gedeonnál, emlékeztek, hogy Gedeonnak a seregét az Úr 32 000-ről a legvégén 300-ra csökkentette le. És mind arról szól, hogy Gedeonnak egy 32 000-es serege, és persze talán már nem emlékszem, 137 000 ellen mentek, és ha Gedeon még nyertek volna 32 000 emberrel, 137 000 ellen, akkor még, igen, ez egy óriási különbség, de talán még valamilyen módon a fejük hátuljába, ott az agyuk hátuljába, ott lenne ez a gondolat, milyen nagyszerű voltam, milyen hűséges voltam, milyen különleges képességeim vannak, támaszkodhatok magamra, így van? Mint ahogy mindannyiunk ismerjük ezeket a gondolatokat, a büszkeségnek az érzését, hogy azt gondoljuk, hogy vagyunk valakik. És Istennek az volt a stratégiája, hogy ez 300 emberré váljon, ahol emberek semmilyen módon nem lehetett volna az, hogy ők 137 000, vagy már nem tudom mennyi volt, ellengyőzedelmeskedjenek. Ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy ama az rendkívüli erőnek nagy volt, ha ne tőlünk való legyen, hanem Istentől való. Egy törékeny cserépedény. Úgyhogy gyengeség, erőtlenség, alkalmatlanság érzése, igen, 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 képtelenség érzése, félelem és nagy rettegés, igen, mindez rendben van, de nem szabad, hogy mindez megakadályozzon, befolyásoljon, lelimitáljon, lekorlátozzon, mert az az erő, ami bennünk van a Szent Szellem által, az a mi gyengeségünk és erőtlenségünk közepette nyilvánul meg. Ha csak merünk lépni, merünk bízni, merünk hinni, merünk Istent követni, az elhívásban járni. Úgyhogy emlékeztek Gedeonra, még csak hogy visszatérjek, és nincsen órám, de majd valamikor rápillantok, itt van egy számítógép, ki fogom nyitni, de emlékeztek rá, hogy Gedeon Bírák 6-ban, Gedeon ott van, és csépeli, bárhogy is kell mondani, a búzát, és az Úr megjelenik, és azt mondja, hogy az Úr veled, erős férfi, az Úr veled, erős férfi. És Gedeon ott van, és azt mondja, hogy kihez beszél ez a valaki, tudod? De ez te vagy, Gedeon. Magadat úgy látod, hogy Manassé törzsében a legszegényebb családból vagy, te vagy a legkisebb a család tagjai közt és gyermekei közt, úgy látod magad, mint halmozottan hátrányos helyzetű, csak nincs egy nagy elképzelésed magadról, de ez nem baj, mert a keresztény élet, Isten élete és elhívása az nem hústesti erőből, saját erőből valósítandó meg, hanem a Szent Szellem ereje által, ami bennünk van, Krisztus feltámadás élete által, és ez bőséges benned, aki feltámasztotta a Krisztust a halálból, az az erő van benned, és csak járj bátran hitáltal, és támaszkodj rá, és ez az erő elő fog jönni, meg fog nyilvánulni.
le fog lepleződni. Fel fog övezni téged. És mindarra alkalmassá tesz, ami Isten akarata számodra. Úgyhogy azt mondta az Úr Gedeonnak, menj el ezzel a te erőddel, és legyőzöd Midiánt. Hagyj mondjak még egy verset, 2 Korintus 3.6. Így van, azt mondja, hogy aki alkalmassá tett bennünket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, mely megöl, hanem szellemé, amely megelevenít. 2 Korintus 3 felteszi a kérdést, hogy kicsoda alkalmas azért ezekre. Hogy olyan élettel szolgáljon, amely életet ad, ez Jézus feltámadási élete, és hogy ez az élet, ez megnyilvánuljon, és ahogy a Ezékiel könyvében a profécia szerint kijön a forrás a trónteremből, vagy kijön Isten trónjától, és eljut és meggyógyít helyeket, ez az élet, ami bennünk van, elmegy, és meggyógyít kapcsolatokat, megváltoztat életeket, megváltoztatja a mi életünket, kicsoda alkalmas. Kicsoda alkalmas azért ezekre. És a válasz az, hogy Isten alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. És egy jó hírem van, nem kell alkalmasnak érezned magad, alkalmas vagy. Nem saját erőben, hanem Krisztus erejében. Nem kell, mert annyira foglalkoztat bennünket az, hogy érezzük magunkat. Így van, szüntelen, egyszerűen szüntelen, milyen a hangulatom, hogy érzem magam, milyennek érzem magam, mit érzek, és amikor jól érzem magam, és alkalmasnak, és erősnek érzem magam, akkor azt gondolom, hogy erős vagyok, és mikor nem, akkor azt gondolom, hogy nem. És ez nem így van. Ez csak lélek. Alatta a szellem, a valódi valónk, akik vagyunk, alkalmassá lettünk téve, hogy az új szövetség szolgálói legyünk, és az vagy. Na, hát még hagyd mondjak pár dolgot, mielőtt befejezem ezt a tanítást, ezzel kapcsolatosan a feltámadási erőről, hogy milyen hatalom van bennünk, hogy ez a hatalom, ami bennünk van, ez azért adatott, hogy győzelmünk lehessen így a bűn felett, a bűn felett, a bűn hatalma felett, a bűn rabsága felett, a bűn befolyása felett, a bűn uralma felett. A római levél erről bőven beszél. És itt is ugyanez az alapelv az igaz, mint amit eddig elmondtam és említettem, hogy a kulcs az az, hogy nem magunkra kell néznünk. Róma 7 arról szól, hogy Pál birkózik a bűnnel, birkózik a hústesttel, és azt mondja, hogy amit meg akarok tenni, azt nem teszem, amit nem akarok megtenni, azt teszem, és aztán felkiált, hogy ó, én nyomorult ember, azt mondja 7.18-ban, azt mondja, hogy megtalálom azért magamban a bűnt, és hogy nem lakik bennem a testemben, hanem, tudod, semmi jó, hanem a bűn, és aztán felkiált 7.24-ben, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Hogy szükségünk van egy szabadulásra. Szükségünk van arra, hogy megszabaduljunk a bűnnek a hatalmától, a bűnnek az erejétől, a bűnnek az elnyomásától, dominanciájától, és hogy szabadulunk meg a bűn dominanciájából? Egy, nem saját erővel. Nem saját erővel. Tehát nem azzal, hogy elkezdünk birkózni a saját bűnünkkel. Nem azzal, hogy eldöntjük, hogy most már nem fogom ezt tenni, nem fogom ezt mondani, nem fogom, tudod, és meghozzuk a fogadalmainkat, és azt mondjuk, hogy én ezt meg tudom csinálni. Tudod,
így nem tudunk győzedelmeskedni. Így egy dolgot tudunk tenni, ez a törvény alatti élet egyébként. A törvény alatti élet az, amikor saját erőforrásaimra támaszkodva próbálok Isten kívánalmainak megfelelni, és a törvény alatti életet, amikor élem, akkor a bűn még bűnösebbé lesz Róma 7-ben. Még bűnösebbé lesz. És még inkább megkötözve érzem magam. Még inkább legyőzötten érzem magam. Még inkább képtelennek érzem magam. Mert a bűn eluralkodott rajtam. És ezért, ahogy Pál birkózik, és egy hihetetlen akaratereje volt, Róma 7 végén felkiált, hogy én egy nyomorult ember vagyok, egy kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Kicsa szabadít meg? És a 25. versben ott van a válasz, hogy hálát adok Istennek a Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. És Róma 8:1 a következő vers, nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. És mostantól, Róma 8-tól a fókusz elkezd leemelődni önmagunkról, a mi harcunkról a bűnnel, és elkezd Jézus Krisztusra emelődni, arra, hogy nincsen károsztatás ő benne, arra, hogy Krisztusban vagyunk, és ő bennünk van, és elkezd felemelődni a szemünk arra, hogy a szellem bennünk van, és hogy alapvetően nem kell egy törvénynek megfelelni, tehát nem elvárás alatt vagyunk, hanem ellátás alatt. Így van, a törvény az elvárás, a kegyelem az ellátás. A törvény az az, hogy mi az, amit Isten elvár, a kegyelem az az, hogy mi az, amivel ellátott bennünket a győztes életre. És az egész paradigmaváltás, nem magunkra fókuszálunk, hanem Róma 8, nincsen azért kárhoztatás a Krisztusban, ez kulcs. Ez kulcs, ez a belépő ajtó a győzelem termébe tulajdonképpen, és most ott van, és ott van 19-szer a szellem szó Róma 8-ban, hogy ez a szellem által van. Nem saját erőforrásra, nem arra a régi négysávos autópályára, hanem lehet, hogy még nem vagyok gyakorlott a szellemben való életre, lehet, hogy ez még csak egy földút, lehet, hogy egy egysávos út, de minél inkább a szellemben járok, minél inkább Isten erőforrására, bennem lévő erőforrására támaszkodok, annál inkább ez szélesedik ez az út, és képes vagyok egy győztes életet élni, ahol hálás vagyok, megbocsátok, ahol dicsérem Istent, ahol építő szavaim vannak, ahol mikor félnem kellene, akkor bízok, ahol nem a rettegés uralkodik az életembe, hanem a szellemnek a valósága, és Krisztus éli az ő életét én bennem és én rajtam keresztül. Úgyhogy ez győzelem a bűn felett, hogy Isten hatalma, ami nekünk adatott, ez erre adatott, hogy a megszentelődésben járjunk, a szentségbe tudjunk járni, hogy egy olyan életet tudjunk élni, amelyet önmagunktól nem tudnánk. Róma 8:12, nem vagyunk azért adósai a testnek, hogy tudod, a test szerint járjunk és éljünk, tudod, nem vagyunk adósai, mert új emberek vagyunk, és most egy új erőforrásunk van, és Isten hatalma egy olyan életre tesz képessé bennünket, amelyre soha nem tudtunk volna, amilyet soha nem tudtunk volna élni helyzetekben is, és ez egy másik dolog, és talán ezzel fejezem be, helyzetekben és szituációkban is, egy olyan életre, a bűn felett, és helyzetekben egy olyan győzelemre,
vagyunk képesek, amelyet magunktól soha nem tudtunk volna élni, és erre adatik a szellemi erő, a szellemi tekintély, a szellemi hatalom a szellemünkben, az életünkben. Lehet, hogy nem érzed magad erősnek, de Istennek van egy elhívása, és hogy hitben jársz, és megnyílik a szemed, a Istennek az ereje ott van. Ő ott van, ő alkalmassá tett téged, hogy egy új életben járj, alkalmassá tett, hogy az új szövetség szolgálója legyen, alkalmassá tett. És Kolossi 1-ben, hogy olvassam nektek ezt így a szellemi erőről, hogy mire adatott, Kolossi 1.11, ez egy nagyszerű vers, amit kapcsolunk az Efézus 1.19-hez, Kolossi 1.11, és hogy, ezt hallgasd, minden erővel megerősödjetek dicsőségének hatalma szerint, tehát, és hogy minden erővel megerősödjetek dicsőségének hatalma szerint, és persze, tudjátok, van az az elképzelés a kereszténységben, hogy miénk Isten hatalma, Isten ereje, és hogy nekünk léptennyomon fel kellene támasztanunk embereket, léptennyomon meg kell, hogy gyógyuljanak rajtunk keresztül, mert ha igazán Isten hatalmába élnénk, akkor olyanok lennénk, mint az Úr Jézus Krisztus volt itt a Földön 2000 évvel ezelőtt, akin keresztül bárki, aki hozzáment, meggyógyult, és hogy Isten hatalma és ereje, és itt tudod, az életed során 30 ember vagy nak fel kellene támadni, a halottnak fel kellene támadni, stb. Stb. De nem ezt tanítja Istennek az igéje. És ezt nem azra mondom, hogy ez nem lehetséges, hogy valaki feltámadjon a halálból, de arról beszélek, hogy az a hatalom és erő, amely adatot nekünk, az nem egy erre van, vagy erre adatot legfőképp, hanem azt mondja Kolossi 1.11, hogy minden erővel megerősödjetek, dicsőségének hatalma szerint, és ezt hallgasd, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Minden kitartásra és hosszú tűrésre. Hogy ott van Isten hatalma, mely minden hatalma megerősödsz, mire? Mire erősödsz meg minden hatalmával a feltámadás élete Krisztusa? Mire erősít meg téged? Minden kitartásra és hosszú tűrésre. Örömmel. Tényleg ez az a élet, vagy ez az a ezt akarom én? Ez nem olyan izgalmas. Kitartás, hosszú tűrés, ez nem olyan izgalmas, de ez nem így van. Ez ámulatosan izgalmas, mert bármilyen szituációban vagyok, ott lehet kitartásom, hupomoné a görögben, alatta maradni, örömmel, ez a kereszténység, ez az új szövetségi kereszténység. Ha olvasod, erről beszél Péter első levélben, örömmel a próbatételek, a nehézségek, a kedvezőtlen körülmények közt is örömmel lenni. Hosszú tűrés, makrotúmia, hosszú tűrés, emberekkel, helyzetekkel, örömmel. Igen, ez a fajta élet, amire elhív, és erre adta az ő hatalmát, amit saját magunk soha nem tudnánk élni, egy örömteli életet kitartással, és hosszú tűrése, és erre lettünk megerősítve. Úgyhogy bármilyen helyzetben is vagyunk, és bármilyen helyzetben is vagy, Isten felszerelt téged, Isten gondoskodott rólad, Isten megadta az erőforrásokat, és csak vedd le a szemedet, vegyem le a szememet magamról, vegyem le a szememet a saját képtelenségemről, félelmeimről, rettegésemről, vagy erőtlenségemről, és csak bízzak bátran, és járjak hitben, és támaszkodjak pillanatról pillanatra őre, és megtapasztalom az ő erejét, az ő megerősítését, az ő hatalmát, és egy olyan életben tudok járni, amire önmagamtól nem lennék képes.
Filippi 3.14-ben, ahogy mondta Pál apostol, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és itt igazából arról beszélt a korábbi versekben, hogy tudott szűkölködni és bővölködni, volt gazdag és szegény, minden élethelyzettel ismeretes volt, és azt vette észre, hogy minden élethelyzetre van ereje a Krisztus által. Úgyhogy ez az a feltámadási élet, amit kaptunk, és ezt nem kell éreznünk, ez megvan, ez a miénk, sőt, nagyon sokszor akkor tudjuk ezt megtapasztalni, amikor elengedünk dolgokat, amikor nem mi akarjuk összetartani az életünket, amikor rávetjük rá magunkat Krisztusra, rá támaszkodunk, és akkor megéljük ezt, és ebben járunk, mert fontos, hogy megnyíljon a szemünk, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk. Amen. Amen. Hát öröm volt ezekről beszélgetni, és úgymond ezeket kifejteni az igéből, és remélem, hogy szólt hozzád, szólt hozzátok, engem bátorított, és buzdított, úgyhogy most fogunk találkozni egy közösségre a Zoom-on, úgyhogy egy pár perc múlva gyertek a Zoom-ra, én is be fogom kapcsolni itt a gépet, és beszélgessünk erről, a Isten mérhetetlen hatalmáról bennünk. Várjuk azt, hogy mi az, amit Isten adott ezen keresztül neked, osszuk meg bátran egymással, hogyha még soha nem kapcsolódtál be, akkor hívlak, csak gyere, nagyon-nagyon építő, ámulatos közösségünk volt vasárnap, és ámulatos közösségünk volt az előtti szerdán is, úgyhogy várlak benneteket a Zoom-on. Ne felejtsétek, pénteken a pásztor Brian, a Brian fog tanítani bennünket a kapcsolatokról, gyógyuló, gyógyító kapcsolatok. Aztán ki fogjuk rakni, szerintem szombaton a Shane-en lesz egy bibliatanulmány, egy Zoom közösség, úgyhogy Isten bőségesen megállt bennünket közösséggel, és gondoskodik erről az időről is, és munkálkodik köztünk. Úgyhogy jó volt veletek, Isten áldjon benneteket. Sziasztok!